Október utolsó vasárnapja a Székely Autonómia napja. Ebből az alkalomból tartottak megemlékezést városunkban is október 30-án, a Bocska István téren található trianoni emléktábla előtt. A megemlékezés kezdetén a himnusz szavai csendültek fel. Ezt követően Nagy Zsolt, a Hajdúsági Múzeum történésze mondott beszédet. Hajdúböszörmény városa eleget tesz a Székely Nemzeti Tanács 2016-os felhívásának, és október utolsó vasárnapján felerősíti a hangját a Székelyföld autonómiája iránti jogos igények követelőinek. Teszi ezt a hajdúság a székelyekhez hasonlatos egykori kiváltságolt helyzetére, és az Erdély ország történelme során vállalt közös helytállásukra támaszkodva. Mi, hajdúk, az ősök összetartozás tudatát, kultúráját és hagyományait éltető közösségként az egykori Magyar Királyság határain belül közel 500 éve, és több mint 400 éve szűkebb hazánk földrajzi keretein belül próbálunk a megmaradás egyetemes üzenetét tartalmazó kőtábláinkon folyamatosan csiszolni, és annak cselekedeteinkkel bevésett sorait tovább gyarapítani. Eresz, mély gyökeret, kapaszkodj ezer szállal nemzetet szülőföldjébe. Növesz vastag szárakat, hogy az ágak végén egészséges levelek sokasodjanak. Mint a székelyek, úgy a hajdúk is jól megágyaztak ezeknek a termőmagoknak. Vérrel és verejtékkel öntözték a földet, ebből szívták fel az éltető nedvességet az időközben kicsirázott szemek. Már csak tovább kell táplálni, és meg kell neki adni a kellő helyet és időt, hogy gyarapodjon. Az Erdély szívében elvetett magok termése felett most idegen nemzetek rendelkeznek. Ők azok, akik eldöntik, hogyan és milyen formában létezzen tovább ebben a magyar akarattal mélyen megszántott ősi földben a székelyek. A székelyek, akiknek az újkor kezdete óta számos alkalommal meg kellett küzdeniük a fennmaradásukért. A 16. században az eljobbágyosodás felgyorsulása és az erdélyi fejedelmi hatalom belső küzdelmeiben való megosztottságuk megingatta privilégizált helyzetüket. A 17. század elejére sikerült visszaállítani önkormányzatukat és visszaszerezni egykori státuszukat mind a rendi társadalmon, mind pedig Erdély hadszervezetén belül. Ez az időszak a nagy újjászületések kora. A történelem kérges kezével ekkor rajzolja fel a térképre a hajdúvárosokat. Bocskai a hajdúság letelepítésénél a székelyek privilégiumait vette mintául, és Székely szokás szerint telepítette le őket saját birtokaira. Ahogy székelyek, úgy a hajdúk is asszimilált elemként épültek be a magyar nemzetség sűrű szövetébe. Ott bábáskodtak az erdélyi fejedelemség születésénél, és később sorsuk is hasonlóan alakult. A militáns létforma egyazon rendeltetés szán nekik. A keleti gyepű mentén letelepedett, illetve letelepített székelyek tradicionális határvédelmi erőként folytatták tovább bekezdésüket az újkor kezdetének hadtörténeti lapjain. Ugyanúgy, mint az ország testéből kiváró három állam, a királyi Magyarország, Erdély és az Oszmán Birodalom érintkezési pontján ütköző zónájában otthon szerző hajdúk. Kalandos múltjuk és hangsúlyozott határvédelmi szerepük arra predesztinálta őket, hogy a 17. század elejére Erdély hadainak törzsét, ütőképes alakulatainak velejét alkossák. Belső társadalmuk is szintén ebben az időszakban ment keresztül gyökeres változásokon. A székelyekkel párhuzamosan, akik a gazdasági fejlődés okozta munkaerőhiány pótlása következtében rövidesen eljobbágyosodtak, a hajdúk heterogén társadalmi kohézióján belül is egy életmódváltással összefüggő karakteres átalakulás zajlott le, amely a 17. század folyamán hosszan elnyúló feszült helyzeteket generált, és kihatott az erdélyi fejedelemség hadseregében betöltött vezető tisztségükre is. A székelyek és a hajdúk az 1687-től Habsburg császári uralom alá került hódoltsági részeken egy ideig megtarthatták szokásrendszerüket, és ezzel együtt továbbra is katonai szolgálattal tartoztak, immár az osztrákok irányába. A hajdúk szabadságjoga azonban hamar szemet szúrt az idegen vezetésnek. Az elődeink számára ekkor vált követendő példává a közel 100 évvel azelőtti székely kitartás. Szabja és harcibát helyett pennát és papíros ragadva küzdöttek a diéta harcmezején a Habsburg központosult önkénnyel szemben. A székelyek különállása a Rákóczi szabadságharcot követően került a magyar ellenes osztrák politika fókuszpontjába.
Mégis e két kivételes népcsoport a Magyar Királyság közigazgatási rendszerén belül fényes világító tornyokként álltak az önálló rendelkezés olykor csúszó szikláján egészen a 19. század második feléig, míg nem területi igazgatási egységeiket, a székrendszert és a hajdúkerületet a reformkori modernizáció megszüntette. Az 1876-os megyerendezés új közigazgatási határok közé szorította a pár évtizeddel előtte a szabadság és önrendelkezés nemzeti lobogója alatt egyesült Hajdú és Székely elemeket. A törvényi akarat nyomására a Magyarországgyűlés felszámolta sajátos előjogaikat, jogi intézményeiket és az addigi autonómiájukat. Egykori katonai rendeltetésük is teljesen elhalványodott a 19. század végére. A 20. század első nagy világégése alkalmával az együvé tartozás emlékezete ismét összeszedte sorszálaikat. Az 1916-os olábetörés követően számos székely testvérnek nyújtott átmeneti menedéket a hajdúság. De nem csak a hátországban, hanem a háború kisebb-nagyobb frontjain is derekasan megállták a helyüket. A hajdúk javarészt az 39-esek és a honvéd hármasok kötelékében, a székelyek pedig az 1918 végén a román csapatok elleni védekezésként életre hívott székely hadosztályban. A magyarok első világháború szerepvállalásának tragikus lezárását jelentő Trianonnal beszűkültek a határok. Az ország testéről leszakították a székelyek szülőföldjét. Az elkövetkező évtizedek revíziós törekvései és a 40-es évek fordulatai csak idéglenesen módosítottak a felálláson. A II. Világháborúban az újjászervezett székely határőrség még fel tudta szítani hajdan volt virtusuk parazsát. Kemény helytállásukat az 1944-es szovjet roham törte meg. A nyomukban járó román vezetés visszakapta a korábban kialkudott részeket. Az 1947-es párizsi békeszerződéssel Székelyföld végleg a románok fennhatósága alá került. A 20. század második felének szocialista valóságát már itt, ennek az államnak a határain belül kellett a székelyeknek túlélniük. Az utolsó jegyzett autonóm közösségük, a Magyar Maros Autonóm Terület rövid idejű integritását a Ceausescu diktatúra számolta fel, majd a kommunista pártvezetés lassan a magyarság túlsúlyának mindenféle megnyilvánulását ellehetetlenítette. A Szovjetunió szétesése és az 1989-es forradalom eseményei egy ígéretes változás lehetőségét vetítették elő, de a titkon remélt álmok nem teljesülhettek be. A románosodás tovább folytatódott. A 2000-es évek elején újjáalakult Székely Nemzeti Tanács Székelyföld Románián belüli önkormányzását tűzte ki célul. Jelenleg is ennek a jogos követelésnek a belső igényével átitatott székely együtt lélegzéssel szinkronban, és az anyaország támogatásának biztos tudatában erős ellenszéllel szemben tartanak ki a végeken. Ne engedjük, hogy elvesztenek ebben a viharban. Legyünk támaszai a meghajlott öreg fának. Az egy tőről fakadt, életerős vastag villásákként dúcoljuk alá elszakadt testvéreink törzsének megbicsaklott ágait. Ragyogtassuk fel ismét Csaba királyfi csillagösvényének szudnyadni látszó fényeit. Az ünnepi beszédet követően Törökné Marosvölgyi Ágnes népdalénekes gyágyúi népdalokat adott elő. Atca rózsám, jobb kezedet, forduljunk egyet. Menjünk ki a gyümölcsösbe, szakasszunk meggyet. De ott es ugyan, jól megügyeld, miért szakasztatsz. Nehogy úgy járj, mint én jártam, kedves galambom, de ott is ugyan jól megügyeld, miért szakasztasz. Nehogy úgy járj, mint én jártam, kedves galambom. Az ünnepség folytatásában a megjelentek közösen énekelték el a székely himnuszt. Ezt követően a Székely Autonómia napja iránt érzett tiszteletjegyéül a város önkormányzatának nevében Sűris István alpolgármester és Bertalan János önkormányzati képviselő, valamint a Hajdúsági Múzeum nevében Nagy Zsolt történész helyezték el a koszorúkat. Az emlékezés a szózattal zárult. Ezt követően a város önkormányzata nevében egy-egy szál fehér rózsát helyeztek el a testvérvárosi sétányon, a Gyágyó alfalut jelképező oszlopon.